Sziasztok! Hello! A mai videóban megnézzük Tominak a legújabb szerzeményét, ami nem más lesz, mint egy FPV szemüveg. Ugye sokan kérdezitek, hogy milyen szemüveget ajánlunk nektek, és hát mindig azt mondjuk, hogy erre nem tudunk igazándiból mit mondani. A legújabb, legfenszibb dolgokat tudjuk az olcsóbb kategóriát, tudjuk a domos szemüveget, de ez még mindig nem garancia arra, ugye, hogy nektek jó lesz-e. Mert ahogy említettük, ugye mindenkinek más a fejformája, a szemtávolság, és mindegyik szemüvegnek más lehetőségei vannak. Ugye itt van például az enyém, ugye az Ichinnek az EV100-asa. Ez egy eléggé alacsony költségvetésű szemüveg. Kicsit trükkös is a dolog, mert ugyebár két antennám van, de egyvevő van ugye benne. Ugye ez nem diversity, csak valahogy így... Kvázi diversity, hát, mert csak az antennákat de csak az antenna. De jóval többet tud, mint hogyha csak egy sima egy antennás. Így van. És itt már ugye van lehetőségünk valamilyen szinten ugye a lencséket oldalra tologatni, illetve előre-hátra. Ez körülbelül ilyen 90 és 100 dollár környékén mozog, viszont eléggé picike képe van. Ezt úgy kell elképzelnetek, mintha mondjuk egy moziba ülnétek a hátsó sorba, és egy ekkora képet láttok. És hát valami hasonlóval repkedett Tom is, de úgy gondolta, hogy itt az ideje is váltotta. Így van, most várjál, meg nem mutatom még mit vált. Ja, hogy mit ez volt? Egy régi Fat Shark. Hát ez volt a legelső Fat Shark, nem? Ezt már egyszer bemutattuk, szóval igen. Őt váltja le. Ennek is volt valami 50 fokos, vagy 45, vagy valami ilyesmi. Őt váltja le, ez a EV200D. Tehát az Ichinnek a... Hát legújabb szemüvege. Ez a nagy tesója gyakorlatilag. Ennek is van egy 42 fokos át diagonálban fovja. Csak azért, hogy ő azt mondta, hogy 42, nekem ez azt hiszem, hogy a 26 vagy 27 környékén van. Tehát nekem egy ekkora, neki mondjuk egy ekkora képe lesz. Így van. Mit kell még tudni erről a szemcsiről? Hát hivatalosan 720p-t tud, és 16:9-ben, tehát 1280x720-as felbontása van. Aztán van benne beépített DVR, ez igen. Ugye a... Az nekem nincsen, nekem ilyen külsőt kell használnom. Set B, tehát két diversity vevő van benne, tehát dupla négy. Quadversity. Tehát igen. Négy, igen, tehát ebbe ugye egy van két antennával, abban pedig négy antennával. Így van, úgyhogy meglátjuk majd, hogy mit tud a sima antennaváltogatós kvázi diversity-hez képest. Árban ez mennyi is volt? 200? Hú, ez 280 dollár körül alakul. Hát most ugye nem túl jó a forint. Hát most igen. Igen. Most így eléggé. Egyébként szokták akciózni, de ez alá nem nagyon szokott menni, szóval. Látom, rá van írva az oldalára, hogy 3D. 3D FPV, amit tud AV-ben 3D-zni, azt még nem próbáltam, de majd egyszer kipróbáljuk, még nem tudom, hogy lehet. Gondolom, ez is valami split screen 3D lehet. Aztán a HDMI bemenetét is tudja 3D-zni, ezt már egyszer kipróbáltam. Tehát otthon rákötöd a 3D-s filmet? Így van, tehát YouTube-on indítasz egy 3D teszt videót, ez a split screen 3D, tehát mikor egymás mellett? Van egy hosszú kijelzésed, és akkor az egyik felét az egyik szemhez teszi, a másik felét a másikhoz, és így gyakorlatilag egy full 3D képet látni. Na. Nagyon. Hát mondjuk ezt nem sűrűn fogjuk használni. Hát ezt nem. Na nézzük, milyen ez a szemüveg. Úgy, nézzünk bele, hogy mi van és mi van benne és mit adnak hozzá. Egy HDMI? Mini HDMI kábel. Jó, tehát ez nem is ez a gagyi fajta. Hát jó. Ez nem a mikro HDMI, ez a kettő között van, a sima HDMI. Aztán maga a szemüveg, dobozban van egy mikro USB kábel. És ennyi. Aha, túl sok minden, nem sok minden jár hozzá. Viszont jó, hogy van hozzá egy ilyen kis menőtok. Kemény tokja. Az a kis piros ícseny felirattal. Na aztán... hát erre kíváncsi leszek, megmondom őszintén, hogy mi fog. Oh. Na, jött hozzá egy ilyen kis... Ez? Hát egy előlap. Mint ahogy a Nokiákon régen lehet. Lehet csak cserélni rajta az előlapot? Igen, lehet cserélni. Tehát ezt mondjuk telematricázod és aláfirkáljuk. Igen, igen. És megunod, akkor kicseréled és visszatudod. Igen, igen. Ha? Attól függ, hogyha mit tudom én egy bálban akarsz megjelenni, akkor nyilván nem feliratosan. Aha. Fogsz elmenni oda. Ó. Ez egy ilyen... Ez a...
A kijelzős modulokhoz van egyébként, aha, ilyen kis plexi van előtte, meg van hagyva a gomboknak a kivágás, aha, meg a diversity. Elvileg a sima Fat Shark vevőnek a helye. Úgyhogy elvileg de ebbe volt vevő alapból. Igen, igen, mivel ez a Seat B, két vevőt kaptunk hozzá. Mert ugye a Fat Sharkoknál ugye az előfordul, hogy ott magát csak a szemüveget hirdetik. Ja, igen, ezt pluszba is lehet külön csak szemüveget venni, hogyha van már saját vevőd. Na, van hozzá egy akkumulátor. 7,4? 7,4 volt, 1800 mAh. Hát az nem túl sokkal nagyobb, azt hiszem, mint nekem az eredeti. Szerintem, hát most nincs, nem, itt, nincs itt az eredeti, ugyanúgy, mert négy LED van rajta. Ugyanaz, csak látni, egy kicsivel nagyobb. Milyen töltöttsége van rajta. Van rajta micro USB port, tehát egy powerbankról lehet tölteni. Csak onnan. Csak legalábbis onnan, az enyémre rá volt írva, hogy csak onnan, ne, nem rendes töltővel, mert... Hát igen. Legalábbis az enyémben úgy volt. Hát elvileg itt azt írja, hogy DC konnektorról lehet tölteni maximum 1C-vel, de aha, mindegy. Aztán van egy tartalékszivacsunk. Azt meg is nézem, hogy jó az enyémre. Á, nem. Mennyivel nagyobb. Annak nagyobb a faceplate-je. Van egy tartalék fejpánt. Mennyivel, nézd, mennyivel nagyobb. User's manual. Mennyivel nagyobb azért. Tök durva. Majdnem másfélszer akkora lett a meg szemüveg. Ó, az igen, az nekem is volt egy menő kis... Szuperkendő. Szuperkendő. Na, de hát a lényeg, a szemüveg. Na, várjál. Na, nagyon menő, jól néz ki. Igen, igen. Kicsit akkor... felül pókhálós, de amúgy tök jó ez a... Az a ventilátor, ugye? Aha. Két ilyen kis... Nekem csak egy, nekem csak egy irányú van. Hát gondolom a DVR miatt, de... Ja, igen, neked van DVR. Tudná. Igen, nekem ugye ez nincs beépítve. Hát ez a kontraszt. Igen, igen, aha, de egyértelműen ugyanaz. Ugyanaz, csak megcserélték. Mert nekem is van egy felle az ugye csatornaváltás, ventilátor ugyanott. És amivel még plusz, ebbe megy egy microSD kártya, igen, a DVR. Ugyanúgy, mint a felcsárkának is, oda úgy középre kellett betenni. Gondolom volt honnan másolni. Na és antenna? Antenna az nincs hozzá. Nem kaptuk hozzá. Nem küldtek hozzá? Így van, úgyhogy készülni kell a saját antennával. Kihagyták, vagy amúgy nem is írták? Abszolút nem volt benne, és érdekes, nem is tudom, hogy írták-e, de szerintem nem. Na mindegy, tehát hogyha esetleg valaki ilyet rendel, akkor arra számítson, hogy antenna nem ez benne. Ja. Mit gondolsz? Aztán... Két antenna? Négy antenna? Hát a négy antenna, hát nehogy már. Na, hát akkor így, hogy megmutattuk, hogy mi jár ebbe a szedbe, bekapcsolunk egy gépet, és megyünk, repülünk vele egyet, fölvesszük, ugye még Ákosnak van ugye a Fat Shark szemüvege, fölvesszük mind a hármat, megpróbálunk mind a hárommal egy-egy DV-et rögzíteni, illetve repülés közben meglátjuk, hogy hogy produkál. Azt még mondjuk el, hogy mi van még itt az alján, mert itt mit hát mondjam? Van a sima IPD. Mert nekem semmi nincs. Neked ezzel mit lehet változtatni? Előre-hátra a lencsét. Előre-hátra oldalra, előre, és nekem hátra, annyi, nem? Hogy itt van egy itt van ugye a kis portom, ugye, amivel az szoftvert lehet frissíteni. Port, igen. Van és egy AV portod. Van egy kimenet, és van egy bemenet. Igen, AV port szerintem... Ugye nekem azért van, mert hogy ugye a DVR-t tudom, hogy... ide tudom kötni. Ja, igen, ugye... tehát akkor ez nekem csak bemenet. Bemenet neked, igen, nekem meg van egy bemegy HDMI bemenetünk. És nekem ennyi. Egy ventilátor on-off, neked az automatikusan? Nem, jó, van on-off, ja, igen, nekem ugyanaz, is, az megvan. Akkor van egy fülhallgató kimenet. Hát... Szerintem az AV portom van nekem. Szerintem is. Akkor van egy DC csati. És ennyi. Neked nem lehet előre-hátra mozgatni? Előre-hátra nem lehet mozgatni. Hoppá, tessék, csak tessék. Az enyém menőbb, az enyémben lehet előre-hátra mozgatni. Jobbra-balra tiéd is lehet. Ugye ezért is mondtuk, hogy nem mindegy, hogy milyen szemüveget vesz az ember, mert tényleg nekem megvan a lehetőség, hogy közelíteni vagy távolítani tudjam a lencsét. Neked ugye csak jobbra-balra. Hát bármint, hogy így össze. A szemtől való távolság az fix, csak így lehet mozgatni. Uh-huh. Na, hát kíváncsi vagyok, hogy fog szuperálni, illetve én is ki akarom majd próbálni. Úgyhogy én azt mondom, hogy üzemeljünk be egy gépet, rakjunk rá antennákat. Milyen antennákat tegyünk rá? Maradjunk a bot antennával, vagy valami csúcs szuper? Hát a legszuperebb bot antennát. Na, hát akkor megnézzük több antennával is a tesztet, és meglátjuk, hogy mit fog produkálni. Közben még szétszedem. Ja, a vevőt? Aha.
Igen, a benne. És akkor, ha csak kiveszed, akkor oda be lehet rakni simán a kijelzőset, és akkor így van. Föl lehet tenni azt. Úgyhogy azt még el kell mondani, hogy mivel négy darab különálló vevő modul van benne, így a szemüveg iszonyatosan zabál, tehát ilyen 1 ampert megzabál. Tehát, hogyha lehet, hogy akkor ez akkor nem is lenne elég egy napra? Egy darab 2 órát nem is tud elmenni vele. Úgyhogy. Hát akkor... De ha kiveszünk egy vevőt, amivel már csak sima diversity lesz, úgy már kb. Annyit fogyaszt, mint a tiéd. Na, hát akkor megnézzük ezt is, hogy repülünk egyet mind a két vevővel, és megnézzük, hogy ha csak egy vevővel repülünk, hogy van-e valami jelentős különbség azon kívül, hogy az akkumulátorodat meg fog jelni. Úgyhogy gyorsan pakoljunk össze egy gépet, rakunk bele memóriakártyákat, és megyünk repülni. Hajrá! Hát nem úgy csak, hogy milyen hülyén néz ki, tudod így 4 izét fölrakni. Van 4 pacsant ennál? Nem, egy van csak. Nekem itt van, menj másik. Na, Tomi össze is dugta a gépet, hoztam neki a távirányítóját. Nem tudom, hogy kell DV-t indítani. Gondolom meg kell. Állítólag 10 másodpercig kell nyomni. Na, közben én is addig összerakom a régi szemüvegemet. Hát elég érdekesen néz ki, így azt kell mondjam, Tomi a 4 antennával. Várj egy fél pillanatot még. Milyen az első benyomás? Hogy érzed? Amúgy a kijelző tényleg nagy, tehát ez a 42 fok, ez egészen nagynak tűnik. De a 16-9 miatt egy ilyen széles... Kamerád az 16-9? Hát elvileg nem. Na, elvileg én indítottam egy DVR-t. Tehát ilyen nyújtott képet látok, de... Megy a DVR-ed vajon? Mindjárt meglátjuk. 10 másodpercig, hát az nagyon sok. Igen, valami ilyesmit. Most csippant valamit. Nem tudom, hogy... Ja, hogy csak ott belül villogna, mint a fecsár? Nem tudom, hogy itt külön be kell kapcsolni a DVR-t. Ja, igen, most megy. Megy? Vagy most megy? Most piros. Akkor jó. Piros a rec felirat. Ja, de akkor itt közte a TF felirat alatt az nem LED, hanem szerintem az a DVR-nek a reset gombja. Ja. Gondolom. Na jó, de mindegy, akkor most megy, ugye? Mindegy, most pirosan világít a rez, szóval elvileg megy. Akkor nyomok itt egy szinkron tapsot, hogy össze tudjuk hozni a két DVR-t. Nálad is megy? Igen, legalábbis, de hát azért akkor... rápillantok még egyszer, addig menjél nyugodtan, repüljél. Aha, akkor villog. Jöjjünk arrébb. Villog, arrébb jövök. Na hát, mindjárt elbújjak ide Tomi mögé. Na. Itt vagyok. Amúgy az előző vevőhöz képest sokkal jobb. Na, hát... majd látni fogjátok ugye mind a kettőnek a DVR-jét, illetve azt is, hogy hogy nézzünk ki külsőleg. Hát én nekem itt ugye jobb oldalt van a halántékomnál az akkumulátor. Ide ugye nekem be kell csúszakolnom ugye a külső DVR-t. Tominak pedig hátul van egy menő kis aksi tartója. Hát egyelőre nálam mondjuk van egy-két apró zizi, néha. Nem tudom, Tomi, te esetleg... Hát nálam a fa mögött volt zizi. Itt nincsenek zizik egyébként. Eléggé alacsonyan megy kis, Tomi amúgy, hogy, de jó, majd úgyis látni fogjátok, hogy... Tengeri fölé nem akarok menni. Igen, a kukoricásban nem szeretne belesni. Na itt most? Azért, itt még látom a képet, elmegy a szín, de egyébként... Nekem is van. Hasonló, tehát hogy így láttam, tehát hogy tudtam volna irányítani a gépet. Uh-huh. Na hát, most egy kicsit rosszabb volt. Aha. Szerintem a fa mögé, hogyha... Na hát én azt mondom, hogy egy kicsit emelkedj magasabbra, és nézzük meg, hogyha esetleg elindulsz valamerre. Látunk esetleg valami lényegi különbséget, hogy ez a két... bot antenna, vagy neked a 4 antennát között van-e valami különbség? Hát, most nálam néha van. Igen, imittam ott be zizzen. Most, hogy fordulsz nálam egy kicsit jobb. Aha.
mert valami becsipogott, hogy szomjas vagy éhes. Hát figyelj, én azt mondom, hogy legalábbis nálam egész tűrhető ezzel a két botantárnával. Bár ugye tegyük hozzá, hogy két botantárna, hogyha minőségi és jó be van állítva, azért az sokat ér, nem? Hát nyilván, hogyha pláne egy ilyen sík terepen, ahol gyakorlatilag semmi nincsen. Na milyen így repülni az új szemüveggel? Hát jó. Ennyi? Tiszta HD ennyi? Érzés. Hát jó. Bemegy egynek. Tehát hány évig repültél az előzővel? Fú, hát szerintem 4 évig. 4 évig. És ott ugye... 4 évig. Hát előtte ugye a doboz szemüvegek voltak. De azok... Hát az gagyi szerintem. Mondjuk az LV800 az egyébként egy jó szemüveg volt. Ugye a doboz szemüveg az azért, kicsit arrébb jövök, mert úgy láttam jön egy motor. Hogy kikerüljön bennünket. Igen. Tehát elment mellettünk most a motor. Tehát a doboz szemüveg az a szemüvegeseknek jó inkább, mert hogyha egy kicsit nagyobbat vesznek, alá lehet venni a szemüveget. Ilyen szemüvegbe ugye esélytelen szemüveget fölvenni. Itt mindenféleképpen ugye vagy a szemüvegekhez kapható kis dioptriás lencse, vagy ugye kontaktlencse ajánlott csak. Ú, de jó alacsonyan mész. Nálam mondjuk itt, ez itt tökéletes. Ez tök jó. Hát kíváncsi leszek majd, hogy számítógépen mennyi különbséget látunk esetleg a két szemüveg között. Bár tegyük hozzá, itt azért túl sok zavaró tényező nincsen. Úgyhogy itt nem is vártunk túl nagy csodát, hogy mondjuk az enyémbe abszolút nincs képte, meg még mindig tűélesen látsz. Itt inkább az apró zavarokra leszek kíváncsi, amikor... Hát most itt nekem semmi. Hát jó. Hogyha bekerülsz egy fal mögé, ugye azon százvevő sem tud segíteni. Hát azon igen. Itt talán az lenne a jó, hogyha egy pár pacsantennát tennénk fel, és egy irányba repülnénk el. Hogy meddig lehetne elmenni? Akkor lehetne. Hát lehet, hogy megnézzük majd azt is egy másik videóban. Nem zavar a nagy kijelző? Na, egyébként teljesen hozzá lehet szokni. A kijelzőnek azért el kell mondani, hogy itt én ezt az optikának a rovására írnám fel, hogy a kijelzőnek vannak olyan részei, amik nem élesek. Tehát akárhogy állítom itt az IPD állítást... Várjál! Neved le, mert meg fogunk vakulni. Szerintem maradjunk így, mert szembe tűz a nap, levesszük a szemüveget. Á, jó. Na jó, most így jó. Várjál, én leállítom a... A fényt egyébként nagyon jól kizárja, tehát abban nagyon rendben van. A kijelző felbontása szerintem több, mint elég, tehát ez a 720p azért nem is tudjuk kihasználni. Hát igen, egy analógnál igazándiból. Én a 640x480-hoz tudom hasonlítani, olyan, mintha többet látnék az viszont analóg képből is, de... Durva, hogy milyen hangja van. Ja, igen, és... Ahogy ugye megy a venti. Hiába a nullán van a ventilátor kapcsolója, mindig megy benne egy venti. Ami egy kicsit idegesítő. De várjál, most elvileg ki van kapcsolva, és ki megy. Ki van kapcsolva, ha. És mi van, ha bekapcsolod? Tehát itt most nem ez a ventilátor megy, hanem valami ja, belül, ami dolgozik? Nem tudom. És ezt még akkor külön be tudod kapcsolni? Igen, de az a hangban nem ad sokat hozzá. Aha, de hát ugye ez van a párásodás ellen. Igen, igen. A másik az valószínűleg csak ugye a vevőket gondolom, igen. Hozza össze. Tűti. Na és? Ja igen, színben egy kicsit olyan fakónak tűnik, egy mondjuk Ákosnak a fecsákjához képest. Felbontásban ugye jó. Sokan írták, hogy valami olyasmit tapasztaltak, hogy ennek a kijelzőnek a felépítéséből adódóan ilyen a színeket gyors változásokra nem jól jeleníti meg. De... Bocsánat, csak látom, hogy azért eléggé szoros volt. Na neked igen, is, mert igen, hogy igen, egy aksit repültünk, és neked is teljesen elnyomja. Nekem ugye azért néz ki így, mert ugye nekem már a szivacsom tönkre ment, és nekem ugye gyakorlatilag nincs szivacs, de neked is jó szorosra állítottad. Hát, jó.
De amúgy ez egy ilyen tépőzáras öntapadós. Igen, azt ugye lehet cserélni puhábbra, keményebbre. Nem is jól tettem. Na mit gondolsz, megérte az árát? Szerintem megér, ez egy jó szemüveg. Árérték arányban szerintem ennél nem találni jobbat. Persze, hogyha valakinek a kisebb kijelző felé nem lehet összéphúzni, ugye? Hát 4-3-ba át lehet tenni menüből, de... De akkor is. Hát akkor is, nagy. Akkor is nagy. Hát majd mindjárt kipróbálom én is, és megyek, repülök vele egyet, hogy ezután milyen lenne ez. Megmondom őszintén, az előbb egy kicsit belepillantottam, és nekem ugye ez, ahogy említettem, tényleg nagyon kicsi, és azután ez baromi. Majdnem, hogy azt mondtam, hogy egy kicsit szédültem benne, hogy így bárhova néztem, mindenhol volt valami. Jaj, DV-et nem állítottam le, gondolom, elmenti, vagy nem tudom. Rec van. Mehet. Indulható? Aha. Aha, villog, jó. Vesz? Az enyém, igen. Jó, ezt majd Ákos be tudja alá vágni, ugyanúgy, amit magyaráztunk. Tominak a szemüveg áráért 2 darab vevő is jött. Ugye említettük, hogy a Fat Sharkban alapból nincsenek általában vevők, úgyhogy Tomi, mivel spórolni akar a energiafogyasztáson, ezért valószínűleg az egyiket áruba fogja bocsájtani, és már nyert is a szemüvegen valamit. Ugye? Így van. Itt van egy betonplac, amúgy azt láttátok? Betonplac? Ja, az valami, egy ház. Valami pinceszerű lehet. Hát az nem plac, az egy kis házikó. Ja. Tomi felfedezi a törzshelyünket így lassan, nem tudom, egy év után. Még erre. Milyen kép nálad? Meg minimális zizi van. Na most nincs szín, de magát az utat látom. Na, feljebb jövök már. Nálad? Ja, ugyanaz. Kukoricásba nem lenne túl jobb leesni. Mindig legyen a gépen csipogótok. Illetve még valami, amit feltűnt, hogy nálad is így bejön a kép széle bal oldalt? Mint hogyha így, tudod, így hullámozna? Nem? Nem? Néha. Nem tudom. Na mindegy, szóval mindig legyen a gépeteken csipogó, mert hogyha ilyen környéken, ahol most Tomi is repül, itt ha tegyük föl, megfogja a földet, és ott az egyik bokorba kicsit beleakad, akkor nincs az Isten, hogy megtaláljuk, ha csak nincs rajta csipogó. Úgyhogy az egy fontos dolog, hogy ez legyen rajta. Berakom majd a szavazást a videóba, hogy döntsétek el, hogy melyikünk néz ki hülyébben. Én a 2 botantennával. Ugye volt Attila barátunk, csinált egy kis mémet, hogy összekötötte, és ilyen kis magas ugrót rakott ide, vagy éppen Tomi itt a 4 antennával. Szerintem majd Tomi elmondja, hogy mit tapasztal még. Ugyan magabiztosabban lehet vele repülni. Hogy ennyivel tisztább a kép az előzőhöz? Meg van, stabilabban tartja, tehát semmi recsenés itt a környéken, hogyha tényleg van rálátás a gépre. Pedig jó alacsony, gyakorlatilag a kis bokor, vagy gaz szintjén néz, a kukoricás mögé, az már igen, az már túl sűrű. Túl sokat csillapít a tengeri. Jó, de hát van is belőle bőven. Hoppá! Aha. Na, ugye erről beszéltem, hogy majdnem megfogta ott a kis gajját. De jó! Na és hát igen, kíváncsi leszek, hogy lezárja-e a fájlt. Az előzőt, igen, ugye már befejeztük a videót, amikor Tominak eszébe jutott, hogy csak úgy kihúzta a szemüveget, és elfelejtette leállítani a DV-t. Úgyhogy ez már a második repülés lesz, ha ne talán az első ugye nem sikerült volna. De így legalább azt is ki tudjuk próbálni, hogy mi van ilyenkor, amikor csak így kihúz, hogy lezárja magát a videófájlt. De ezt majd csak otthon fogjuk megtudni. Jó, szerintem. Na, hát ennyi lett volna a második repülés, úgyhogy kész. Hojrá! Tényleg 10,3 volt a minimum aksid? Na, nem feltétlenül pontosan mér. Szemüveg. Ja, és most leállítom, várjál. Igen, ne húzd ki. Leállítom én is. Remélem nem zölden vesz fel és pirosan
Nem. Úgy, mint a Xiaomi gép, sárgán villog, sárgán villog, mikor jó, és én meg azt hittem, hogy a hibája van. Na jó, én biztos, hogy leállítottam, tehát az én részemről lesz két, de reméljük neked is sikerült a kettőből egy. Úgyhogy hát ennyi lett volna a kis szemüveg bemutatónk, hogyha valakinek tetszik, akkor a videó alatt benn lesz a leírás, hogy pontosan melyik szemüveg volt ez, melyik verzióban jött Tominak, ugye, hogy két vevő is van benne, ahogy említettük, ugye antennával még mindenféleképpen készüljetek, illetve ha szeretnétek, akkor nyugodtan lehet, hogy tudunk hozzá, néha vannak jó, ahogy mondta Tomi is, akciók, kuponkódot vagy bármit, úgyhogy szerintem ez egy tök jó lesz, majd úgy is kiderül, hogy hosszú távon hogy teljesít. Igen, tehát ez meg ugye... Meg télen leszek kíváncsi, hogy hidegben a párásítlanítás. Igen, az nekem ebben már nagyon jól működött. Ugye akkor rontjuk el mindig, mint a síszemüveget, mikor ugye így felrakjuk homlokra, és ugye a testünk hője miatt ugye bepárásodik, és utána, ha visszarakjuk, hogy mennyire működik a kis ventilátor, mert ugye a legelső fecsárkomba például télen nem tudtam repülni, mert ugye annyira adta ki itt a fejünk a hőt, hogy bepárásodott, és ebben nem volt ventilátor. Hát én attól félek, hogy a látványvilág miatt elsírom magam, és az elpárolog, és attól fog bepárásodni. Na, hát ennyi lett volna Tominak az első repülése a szemüvegben. Természetesen majd még később, hónapokkal később majd be fogunk számolni, hogy hogy teljesít a szemüveg, illetve majd próbálgatjuk itt az antennákat, akár repcsivel kicsit távolabbra, hogy hogy teljesít. Én azt mondom, hogy végülis akkor ezért az árért megérte, mégsem egy Fat Shark 150 ezerért, úgyhogy jövünk a következő videóval egy hét múlva. Ha van valami kérdésetek a szemüveggel kapcsolatban, akkor tegyétek fel kommentben, vagy valami, és akkor Tomi majd forgatunk még róla. Meg majd válaszol, ahogy ő is egyre többet használja. Megyünk majd vele ennél kicsit, hogy is mondjam, zajosabb, persze, zajosabb helyre is, mert ugye ott a lényeg. Úgyhogy egy hét múlva jövünk. Sziasztok! Ciao!